Sziasztok, Dáj vagyok, és a mai napon ismét egy haladóknak szóló 9. kiadás változásos videóval készültem nektek. Elsősorban a seregépítésről és a stratagemekről lesz most szó. Továbbra is azt szeretném kérni, hogy az új belépő, illetve kezdő játékosok ezt a videót, ha lehet, skippeljék, hiszen őket csak megzavarná ez elsősorban, azt gondolom, mert ez kifejezetten a változásokra fókuszál, nekik majd lesz egy külön sorozat 25-e után, amikor a kiadás alapkönyve hivatalosan is hozzáférhető. A haladókat, vagy profikat, vagy a 8. kiadásban járatosabbakat pedig arra kérném továbbra is, hogy figyelmesen hallgassák ezt a videót, ha hallgatják, hiszen ha bármit elrontok, rosszul mondok, nem jól olvastam, nem jól értettem, azt kérlek, javítsátok ki, hogy ki tudjam pinnelni, hogy azok a játékosok, akik ebből a videóból próbálnak tanulni, azok olyan információkat kaphassanak, amik valóban fedik a valóságot. Tehát seregépítés, megmaradt a Power Rating, aminek az összessége a Power Level. Ez ugye továbbra is narratív, illetve Open Play-ben javallott. Én bár itt megjegyzik, hogy lehet Match Play-ben is használni, az én véleményem szerint ez erősen ellenjavallott. Tehát Match Play-ben azt gondolom, hogy inkább pontszámokat használjunk, és ne nagyon keverjünk bele Power Ratingeket. Változás, hogy Under Strength Unitból, tehát olyan egységből, aminek nincs meg a minimum modell száma, abból maximum most már egyet tudsz hozni seregenként. A point values az maradt, tehát továbbra is minden egységnek, minden wargearnek lehet saját pont értéke. Match play-ben kell, hogy legyen annyi pontod, hogy az összes olyan modellnek, amit a seregedbe raksz, a point value-ját ki tud fizetni. Itt egy kis side note-ot beletennék, itt beletennék egy apró side note-ot, hiszen a hét elején kiszivárgott az összes sereg összes point value-ja. Én erről nem szeretnék külön videót készíteni, csak akkor, hogyha erre elég igény mutatkozik, tehát hogyha szeretnétek egy olyan videót, ahol foglalkozom az új pontértékekkel, még a 25. kiadás megjelenés előtt, akkor azt kérlek jelezzétek, mert alapesetben nem fogok vele foglalkozni. Úgy érzem, hogy azt a 10 napot, ami még hátra van, már fél lábon is kibírjuk, utána meg úgyis mindenki megtudja a pontértékeket. Külön definiálva jött a Unit Champion, ezek ugye az ilyen kicsit erősebb modellek, amik egy-egy unitban előfordulhatnak, őrmesterek, mindenféle bajnokok, meg exarchok, meg hasonlók. Csak annyi szó esik róluk, hogy jobb karakterisztikákkal rendelkeznek, és előfordulhat, hogy más wargear-t kaphatnak, amennyiben a pontértékük is más, mint egy sima modellé, akkor az külön jelezve van. Ezután a könyv beszél a reinforcement pointokról. Effektíve ezeket most úgy definiálja, hogy minden olyan pont, amit nem használsz fel a seregépítésnél, az automatikusan egy poolba kerül, egy reinforcement points poolba, és amennyiben valamilyen úton, módon új egységeket tudsz hozzáadni a seregedhez a csata közben, vagy elpusztultakat visszahelyezni a csatatérre, akkor azoknak a pont értékét mindig le kell vonni ebből a reinforcement points poolból, és bármilyen szabályod is van ezeknek az új egységeknek a behozatalára, vagy az elpusztultak visszahelyezésére kell, hogy rendelkezz megfelelő mennyiségű tartalékponttal. Azt megteheted, hogy a unit méretével variálsz, tehát például ha új egységet hozol létre, és nincs meghatározva, hogy az mekkora kell, hogy legyen, akkor a maximum és a minimum érték között hozhatsz bármit, amire van pontod. Megteheted azt is, hogy a wargearükkel variálsz, tehát azt aggathatsz rájuk, amit csak szeretnél, egészen addig, amíg van rá pontod. Amit nem tehetsz meg, az az, hogy a minimum alá menj. Tehát, hogyha valamit behozol valamilyen szabály alapján, annak a minimum osztag pont értékét biztos, hogy ki kell fizetned, ha arra nincs reinforcement pointod, akkor nem tudod behozni az egységet. Viszont nem vagy köteles meghatározni a játék elején, hogy mire szeretnéd majd ezeket a reinforcement pointokat felhasználni. Általános szabálynak mondható, hogy azok a modellek, amik visszapótlásra kerülnek, tehát egy még meglévő unitba teszel vissza modelleket, akkor ezek, ha csak nincs más a szabályban meghatározva, ami alapján visszateszed őket, nem kerülnek reinforcement pointba, de ennek az ellenkezője is igaz lehet, tehát ilyenkor mindig a szabálya mérvadó, hiszen például elvileg a tiranidáknál a spore mine még mindig úgy jön, hogyha fegyver generálja, ezekre, hogy erre ugye van egy külön szabálya a tiranidáknak, hogy az például nem kerül
reinforcement pointba. Tehát az az ökölszabály, hogy ha újat hozol részre, vagy létre, vagy teljesen elpusztítottat raksz vissza, az reinforcement pointba kerül, ha pedig egy megsérültbe visszapótolsz, az nem. Ettől, hogyha a szabályodban más látsz írva, lehetnek eltérések. Seregek közül kétfélét különböztetünk meg, van a Battleforged, illetve az Unbound sereg. A Battleforged seregben minden unit kötelezően detachmentekbe van szervezve, és az army frakciója az egész seregnek megegyezik, tehát van egy olyan frakció keywordjük, amin az egész sereg osztozik, minden unitnak kell, hogy legyen ilyen, kivéve, hogyha unaligned, amiről majd később lesz szó. Az Unbound sereg nem kell, hogy megfeleljen ennek a kritériumnak, azonban nekik nincsen alapesetben CP-jük, de ettől függetlenül használhatnak stratagemeket. A Battleforged sereg ezen felül rendelkezik ugyebár CP-kkel, de az alap plusz 3 eltűnt, tehát már nem kapunk alapból plusz 3-at azért, mert Battleforged-ok vagyunk. Cserébe minden Battleforged sereg a saját command fézében, ugye a kör elején van, automatikusan kap egy darab CP-t már az első körben is a küldetés, és utána a küldetés minden további körében. Még mielőtt bármi történne a körben, ez az első lépés, hogy aki Battleforged, az kap egy CP-t. A frakció, illetve az army frakció változik, tehát most már egy detachmenten belül elég, hogyha egy azonos frakció keyword van, ami lehet az Imperium, Kalgos, Tyranida, stb. Illetve az army frakció is elég, hogyha egy azonos keyword, tehát Battleforce tud lenni úgy a sereged, hogy abban például csak Imperium, vagy csak Chaos, vagy csak Tyranida, vagy csak Eldar unitok szerepelnek, illetve itt már beléphet az Unaligned is, ami egy külön frakció keyword. Ugye ez nagy változás a 8. kiadáshoz képest, ahol a úgymond szuper frakció keywordöket kizárták abból, hogy detachmenten belül lehessen velük variálni. Új seregszervezési szabály, hogy a detachmentek az alapkönyvben korlátozva vannak, attól függően, hogy milyen léptékű játékot játszunk, tehát hogy egy Battleforged seregben hány darab detachment lehet. Ez ugyebár az előző kiadásban csak egy ajánlás szinten szerepelt. Most a Combat Patrolban mindenkinek egy detachmentje lehet, az Incursionben mindenkinek 2, a Strike Forceban mindenkinek 3, és az Onslaughtban mindenkinek maximum 4 darab detachmentet tartalmazhat a serege. A detachmentek most már CP-be kerülnek, tehát nem generálják a CP-t, hanem CP költségük van, teljesen megfordult a 8. kiadás rendszeréhez képest. Amikor egy detachmentet beillesztesz a seregedbe, annak a CP költségét ki kell tudnod fizetni, az alap CP-k is a játék léptékéhez vannak kötve. Ez egyébként 3, 6, 12 és 18, ugyanazokban a léptékekben, mint amit az előbb felsoroltam. Tehát amikor beszeretnél egy detachmentet illeszteni, akkor az úgy indul, hogy a CP költségét a lépték által megadott CP költségből le kell vonnod. Ha nem tudod levonni, mert már van benne egy detachment, vagy mondjuk ugye a Combat Patrolnál előfordulhat, hogy túl költséges ahhoz a detachment, hogy levond, akkor ezt a detachmentet nem tudod beilleszteni a seregedbe, át kell szervezned a unitjaidat, hogy valid módon be tud illeszteni a detachmentet a seregbe. Minden detachmentben ugyanúgy, mint eddig meghatározásra kerül, hogy milyen battlefield rólú unitokból hány darab jöhet, illetve külön ki van kötve, hogy minden unit csak egy detachbe tartozhat. Az ábrákat majd látni fogjátok, ugye megmaradt ugyanaz a jelölés, mint régen, a piros kötelező, a szürke opcionális, és a piros és a szürke összege pedig a maximum, ami a detachmentben lehet. Amennyiben a detachment valamilyen fajta ability-t ad azoknak, akik benne vannak, vagy akár restriction-t, az a kódexekben leírtak szerint továbbra is működik. Változás, hogy a super heavy auxiliary, az auxiliary support, a fortification soha nem kap detachment ability-t. Azok az egységek, amik reinforcements-ből jönnek be, nem tagjai semmelyik detachmentnek sem, így nem kapnak ugye ők sem detachment ability-t, viszont nem is kerülnek CP-be. Tehát ők fel vannak oldva a CP költség alól, nem kell őket beilleszteni sehova, cserébe viszont nem is kapják meg semmilyen detachmentnek sem a képességét. Itt most látjátok a képeket, ami ugye a 11 darab
jelenleg valid detachment összeállítási formákat tartalmazza, ami változás a 8-hoz képest, hogy most már minden detachmentbe belerakhatsz annyi dedicated transportot, ahány infantry unitot hozol. Tehát, hogyha például az HQ-d is infantry, ő érte is úgymond hozhatsz egy dedicated transportot, nem csak a trúpokért. Látjátok, hogy minden detachmentnek van command kosztja, ez az, amit említettem, hogy CP-be kerül és ki kell fizetni, amikor be akarod illeszteni a seregbe. Azonban néhány detachmentnek lehet command benefitje is, ez pedig, amit beillesztetted a seregedbe, azt a detachmentet, kifizetted érte a CP-t, akkor alkalmazhatod. Nézzük a detachmenteket, megmaradt ugye az alap 3, ez a patrol, a batalion és a brigade. Látható, hogy ezeknél mindegyiknek van egy olyan command benefit, hogyha a warlordot tartalmazza ez a detachment, akkor egészen pontosan annyi CP-t visszakapsz, mint amennyibe a detachment került. Tehát 2, 3 vagy 4 CP-t tudsz azzal nyerni, hogyha egy ilyen detachmentet hozol, és abba teszed bele a warlordodat. Megmaradt a 3 specialista detachment, a Vanguard, a Spearhead és az Outrider. Ugye ezek az Elite, a Heavy Support és a Fast Attack választásokat favorizálják úgymond, vagyis hát abból engednek meg legtöbbet. Ezeknek nincsen command benefitje, és egységesen 3 darab CP a command kosztja. Tehát ha ilyet szeretnél hozni, azért mindenféleképpen fizetni fogsz. Nem tudod visszanyerni a CP-jük árát. Speciális helyen szerepel a Supreme Command Detachment, ami ugye eddig HQ choice-okat engedett meg, ez teljesen átalakult, ez egy 0 CP kosztú detachment, tehát be lehet illeszteni a seregbe ingyen. Azonban csak Primarch, Demon Primarch vagy Supreme Commander keyword-el rendelkező unitok tartozhatnak ide. Kötelezően ebben kell, hogy legyen a warlordod. A benefitje pedig az, hogyha a sereget tartalmaz egy ilyen detachmentet, akkor 2, 3 vagy 4 CP-t vissza tudsz nyerni, úgymond. Tehát egy alap detachmentnek az árát, az egyik alap detachmentednek az árát, hogyha lesz ilyen a seregben, vissza tudod így kapni. Super Heavy Detachment, minimum 3 darab Lord of War-t kell, hogy tartalmazzon. Amennyiben van benne Titanic vagy Titanic keyword-el rendelkező unit, akkor 6 CP-be kerül, amennyiben nincs, akkor 3 CP-be kerül. Ez semmilyen módon szintén nem jön vissza, kivéve, hogyha Knight vagy Chaos Knight vagy, mert akkor van egy olyan lehetőséged szintén, hogyha ebben van a warlordod, akkor vissza tudod kapni a CP-it. Ez természetesen az alapkönyvben nem szerepel, de idézőjelben köztudott. Tudunk hozni még Super Heavy Auxiliary-t, ez 3 CP-be kerül és egy darab Lord of War tartalmazhat. Tudunk hozni még Fortification-t, amiben 1-től 3-ig lehetnek Fortification-ök, ez egy darab CP-be kerül. Erre van egy kirón kikötés, hogy nem lehet benne a warlordod. És van még egy auxiliary supportod, 2 CP-ért, ebbe egy darab bármilyen típusú unitot tehetsz bele, kivéve Lord of War és Fortification. Jó látható, hogy a Flyer Wing mint detachment megszűnt, azonban szinte az összes detachment be, legalábbis az alapokba és a specialistákba 0-2 Flyert opcióként lehet hozni, tehát lehet továbbra is hozni a repülőket, de már nincs külön detachmentük. Illetve ugye, hogyha 3 repülőt akarsz, akkor értelemszerűen legalább 2 detachmentre szükséged van, mert egyben maximum 2-t hozhatsz. Nézzük a stratagemeket. Itt elsősorban ugye az alap 7 darab stratagemre gondolok, illetve az alap elgondolásra maradt ugyanaz, ami volt, tehát egyszer tudod elhasználni az összes stratagemet fázisonként. Minden esetben először ki kell fizetned a CP költségét, az egyszer használat alól pedig az out of phase, tehát például a csata eleje, körvége, köreleje stratagemek azok kivételt képeznek, tehát ezeket, hogyha a szabályuk nem mond mást, akár többször is el lehet használni. Fontos kis apró kitétel, hogy beleírták a stratagem szabályokba, hogyha a neve más egy stratagemnek, ami például különböző publikációban, tehát különböző könyvekben jelent meg, de a hatása ugyanaz, akkor az nem minősül két stratagemnek, hanem az egy stratagemnek minősül, csak időközben ugye áttevezték, és ezt a problémát így hidalják át. Itt említeném még meg, hogy ugye az Unbound seregnél megbeszéltük, hogy ők nem kapnak alapból CP-t,
nem kapnak a kör elején sem CP-t. Ettől függetlenül, hogyha más módon CP-hez jutnak, tehát például hoznak olyan karaktert, ami generál nekik CP-t, vagy bármilyen más szabály alapján CP-t szereznek, akkor ők ugyanúgy használhatnak stratagemeket. És akkor nézzük a 7 alapot. Ugye Commandry-ról egy darab CP-be kerül, bármikor használható, nagyon nagyot változott a 8. kiadás óta, ugye ott azt csinálta, hogy egy kockát megfogtál és újra dobtad. Itt most csak a következő dobásokra lehet használni. To hit, to wound, damage, saving throw, advance, charge, psi test, deny damage test, és hogyha támadás számot dobsz ki. Összesen erre a 9-féle dobásra lehet használni, semmi másfajta dobásra nem. Tehát például, amikor dobsz magadnak egy Perils of the Warpot, nem használhatod. Ha dobsz Disgusting Resilience-et, nem használhatod. Ha dobsz Reanimation Protocolt, nem használhatod. Ha dobod, hogy egy apotékari tud egy gyógyítani, nem használhatod. És még rengeteg példát tudnék mondani, ahol most már a Commandry-rolt nem lehet használni. Másik fontos változás, hogy amennyiben egy dobást teszel újra, tehát ugye ez a rollt, a tesztet, vagy a saving throw-t újra dobja. Tehát ha mondjuk te egy psi tesztet dobsz újra, akkor már nem tudod megtenni azt, amit a 8-ban megtettél, hogy van egy 6-osod meg az 1-esed, akkor az 1-est újra dobod, hogy hát ha elérsz ugye egy 8-at, hanem meg kell fognod mind a két kockát, és úgymond a rollt kell újra tenned, tehát akár charge-olsz, akár psi-tesztet, deny damage-tesztet, vagy támadás számot mondjuk több kockával dobsz, akkor az egész dobást újra kell dobnod, ha úgy döntesz, hogy a Commandry roll-al újra dobod ezt a dobást. Hogyha mondjuk viszont hitet, vagy wundot, vagy damage szeretnél újra dobni, akkor továbbra is egy-egy kockát dobhatsz csak újra, tehát amikor a génozókkal ütsz 70-et, és szeretnél azt újra dobni, úgymond, akkor abból egy kockát választhatsz ki, és azt dobhatod újra, és nem mind a 70 kockát. Tehát továbbra is az él, hogyha valamit össze kell adni, akkor az egy roll. És ha azt újra dobod, akkor az egész rollt újra dobod, nem választhatod ki, hogy melyik kockát szeretnéd újra dobni. Következő Cut Them Down, egy CP, akkor lehet elhasználni, hogyha az ellenfél megpróbál tőled fallback-elni. Hogyha ezt elhasználod, akkor a sereged minden olyan modellje, tehát nem csak egy unit, az összes modell, aki engagement range-ben van, ahhoz az egységhez képest, aki éppen tőled fallback-elni szeretne, az dobhat egy kockával, és amennyiben 6-os dobott, akkor egy darab mortal wound-ot okoz annak a unitnak, aki éppen megpróbál fallback-elni tőle. Tehát ez minden modellre vonatkozik, aki engagement range-ben áll, tehát nem jó az, aki fél incsre áll egy fél incsre lévőtől, hanem engagement range-ben kell állni. Viszont utána minden ilyen modellért megfogsz egy kockát, dobsz, és ami 6-os, az egy darab mortal wound-ot okozott a tőled éppen elszakadni kívánó ellenfélnek. Következő a Desperate Breakout. Ezt a mozgás fázisban tudod használni, méghozzá egy olyan unitra, aki nem mozgott, tehát másfajta mozgást nem végezhet, és legalább egy ellenséges unittal engagement range-ben áll. Amikor ezt 2 CP-t kihasználod, akkor D6-tal dobsz minden egyes modellre, aki ebben a unitban van. Ha egyes érték jött ki, akkor leveszel egy modellt, tehát minden egyes egyesért elpusztult egy modellet, függetlenül attól, hogy hány wundja volt még. Ezek után, hogyha még él a unit, akire ezt rátetted, akkor úgy fallback-elhet, tehát egy fallback akciót vagy mozgást végezhet el, hogy átmozoghat minden ellenséges uniton. Amint ezt befejezte, meg kell vizsgálni, hogy maradt-e valaki engagement range-ben ellenségtől. Ha maradt, akkor az automatikusan elpusztult, függetlenül attól, hogy hány wundja volt. Hogyha még ezt is túlélte a unitodból valaki, akkor az ebben a körödben már semmit nem csinálhat, tehát sem psít, sem lövést, sem rohamot, sőt még fight phase-ben sem aktiválható be. Még akkor sem, hogyha bármilyen más szabály megengedné neki, hogy fallback után csináljon valamit. A következő az Emergency Disembarkation. Ez egy CP-be kerül. Akkor használhatod, hogyha egy transportod bármikor elpusztult. A transportban lévő utasok kiszállhatnak úgy a transportból, miért ugye levennéd az elpusztult modell, hogy fully vagy wholly within 6 incsre legyenek, tehát teljes bézükkel, mindenükkel 6 incsen belül kell lenni a megsemmisült transporttól. Ez ugye alapjáton csak 3 incs lenne. Azonban amikor kidobod, hogy hányan is pusztultak el, ugye minden egyes modellért megfogsz egy D6-ot,
annyi D6-tal dobsz, ahány modell kiszállt, és alapjáraton egynél pusztulna el egy modell általad kiválasztva, hogyha így szálltak ki ezzel a stratagemmel, akkor nem egynél, hanem egy-kettőnél pusztulnak el, tehát már a kettes értékért is le kell venned egy modellt, valamint akik ilyen módon szálltak ki a transportból, azok sem rohamozni nem tudnak, sem heroic intervention-t nem jelenthetnek be ebben a körben. Következő stratagem a Fire Overwatch, egy darab CP-be kerül, akkor használható, amikor egy vagy több unitodat roham célpontnak jelölik ki, a kijelölt unitjait közül az egyik lőhet egy Overwatch-ot a támadóra, ami ugye úgy néz ki, mint egy lövés, azonban csak 6-ra tudsz elérni találatot. Következő a Counter Offensive 2 CP-ért. Ez körülbelül ugyanaz maradt, mint az előző kiadásban, azzal a kivétellel, hogy ezt akkor aktiválhatod, miután egy ellenséges unit harcolt, tehát nem rohamozott ellenséges unit, hanem csak harcolt egy ellenséges unit. Ez ugye azért változás, mert például a Mindenki előtt harcolunk című unitoknak a sorozatos támadásába ezzel a módszerrel bele tudsz nyúlni akkor is, hogyha azok nem rohamoztak. Tehát ugye többféle seregben lehetnek olyan wargearek vagy képességek, amik megengedik, hogy mindenki előtt harcolj. Az összes olyan unitoddal, akinek ilyenje van, azok most ugye meg tudják csinálni, hogy akár 2-3-4, ahány közel harcoljon, annyi unit előtted jöjjön, akkor is, ha nem rohamoztak. A Counter Offensive-vel most már ebbe a sorozatba is úgymond bele lehet nyúlni, illetve továbbra is egy rohamozott után is ugyanúgy használható, hiszen a rohamozott unit is, amikor kijelölték harcra, akkor harcolt. Ezt 2 CP-re el tudod sütni, és akkor beaktiválhatsz egy saját unitot. Insane Bravery 2 CP, továbbra is azt tudja, mint régen. Morált ezt előtt kell megmondani, tehát nem akkor, amikor már kidobtad a kockát, és utána a siker automatikus, tehát nem kell dobnod, hanem úgy vesszük, mintha meg lett volna, vagy úgy kell venni, mintha meg lett volna a morálteszted. Ami változás, hogy ez mostantól az egész csatában összesen egyetlen egy alkalommal használható, tehát jól meg kell gondolnod, hogy az Insane Bravery-det mikor használod ki, hiába lett sokkal több CP, ezt nem lehet szórni magadból ezt a stratagemet ugye minden morál fázisban. Ennyit a seregépítésről és az alap stratagemekről. Hamarosan jövünk vissza egy újabb epizóddal, amikor a küldetésekről, a terepekről és a másodlagos objektívákról lesz szó. Ez ugye szinte mind teljesen új lesz, úgyhogy az majd egy hosszabb videó keretein belül kerül kielemzésre. Most megköszönném a figyelmeteket, és néhány nap múlva jövök a következő résszel. Sziasztok!